és valakinek szóljunk oda, elállok a 3 méteres körzetéből, és valamit rendeljük ki, hogy egybe nyíljon ki az ajtó, és ő meg valahogy tudjon. Jézus, hagyd már, figyelj! Befektetés lehet, aha, hogy ő egy ilyen vécés, na jó, megdumálom, várjál, igazad van, megdumálsz. Visszaívlak, addig nézd rá. Hozzám ne szóljon, hozzám ne szóljon, magára olvastam, holnap, holnap, itt van a végítélet, holnap érkezik, holnap. Holnap, hozzám ne érj! Van egy nagyon jó befektetés. Ne! Nagyon jó befektetés. WC-kkel kereskedni, Görögországban, csak most már nagyon kell kísérni. Ezt az egészet én neked el fogom mondani, életed legnagyobb pénzét fogod megkeresni, jobb nő leszel, mint valaha, ez nem lesz nehéz. Elmegyek pisilni, és utána mindegyikre visszatérünk, jó? Úristen, nem tudom. Hát ez így végződik. Szóval a következő jelenetben valaki, mondják idegen ki, el akarja cserélni a saját szobáját ott a hotelba, valakivel. Akivel éppen találkozni fog, és jövök, hogy ne az legyen, hogy az első sor zaklatjuk, egy fiút. És még ők, hogy izgulnak. És választasz jobb. És egy lány. Azt mondja, amíg öltözhettek, Enci nénye fog találkozni Dr. Keresztessel. Azt is most fogják eldönteni, és hogy akkor melyikünk szerintem a Csókolom, Enci néni! Csókolom! Dr. Keresztes Zsolt vagyok! Csókolom! Ide készítettem, megtalálta? Nagyon jó, mindegyikből készítettem külön mindenkinek. Enci néni, megnéztem, utána jártam, hogy ön melyik szobában van. És ön a 18-asban van. Tetszik látni? Mit adon átszól ezzel a kütyübeli kutóról? Ez egy különleges, az a neve, hogy laptop. Laptop, nagyon különleges, 16 megabájtot, nagyon sokat tud, nagyon sokat tud, mert a koncesszorok ez a 16. Kiírik a szemben, gyerekem, akkor nem nagyon sokat tud. Rokjad jó levegő. Amit szeretnék, hogy ha Enci néni a 18-as szobát nekem adná... Nem az ennyi, nem fiam! Enci néni, tessék vigyázni, abban molekulálisan tettem össze, tehát ez itt a molekulokkal sokkal erősebb, mint te bemegyünk, hogy itt húzálni. Nekem ez liszt meg ez egy nagyon különleges pogácsa. Enci néni, kérd nekem a 18-as szobát! Mert... Jó! Tudja? Honnan... Végre ki tudok nézni! Baj van veled, fiam. Igen. Na, gyere ide. Jöjjsz a 18-as szobába. Üljél le, gyerekem, üljél le. Utána néztem. Hagyjad ide a lábadat. Hagyjad ide, fiam. Ide jössz a 18-asba, itt fogunk lakni szépen. Megfontírozlak. Ketten? Lelazítom.
hogy a gyerekem elmesélem az egész életet. Nem osztom, hogy nem kell nézni a Lenti nénédet hallgatni. Okosodni, fiam! Mesélek neked a terregről, a csirkékről, már nem lesz bajod. Nem, itt, ebben a városban. Hányan? 16.524-en. Ó, igen, hát nem 1990 óta. De ki akarom nézni ezt az ajtót? Ki fogsz? Akkor megkaptam. Kenci néni, bele együtt, gyerekem, tiéd a 18-as szoba. Köszönöm. Ez tisztított víz. Pálinka. Magyar? Magyar pálinka. Legjobb 20 óra! 20 óra! Ez az gyerekök, ez az! Ember vagy! Megjelöm a fejt is tud! Elmét csiszolja, hanem időnként azzal a következménnyel is jár, hogy az ember furcsa ismerettséget teszel. Már most ezt olvastam. Hát aztán a buszon egymás mellé keveredik néha egy-egy ember, teljesen váratlanul, és az egyiknek szándéka van a másikkal. De hogy melyiknek is mi a szándéka, azt most megint kisorsoljuk. Igen. Azt mondja. Igen. És pedig a Béla. Béla vagyok.
Elég baj. Nem ért a szép magyar nyelvhez. Hernyó. Különleges kis hernyó. Magyar? Ez dél francia. Hogy kerül ide egy dél-francia? Kandelóbusz, ez az a különlegessége, hogy ugrik. Túl sok minden fáj, de bent. Én a költészetet kedvelem. Nem értek a tudományokhoz, bár becsülöm önben természetesen. De nagyon, nagyon lényeges, nagyon besüljen. Ön nagyon sok mindent tud. Ön fiatal ember létére nagyon... A hegyok a kedvenceim. De Adiról mesél, én szeretném meglepni önt. Én olyan régen találkoztam egy olyan... Adi egyszer a Föld alól is Csibóig című versében itt Hernyóról. Igen. De a tudomány mind a mai napig kétli, hogy ez az a hernyó lenne, amit később Jumán Gyula is látott. Nekem bevarazítom, hogy olyan elemem érzés, hogy egy fiatal emberrel beszélek, és a második szava Adi, szeretném őt meglepni egy hernyóval. Ez egy olyan hernyó, átmit értelem, mert az csukja be a szemét. Csukja be a szemét. Csukja be a szemét. Tartsai. Ki jön a házából a hernyó? Vigyázzon a lábára. Rámászik a kis arcára. Vigyázzon a lábára. Az enyémre is rámászik. Most már nyugodtan beszélgethetünk. Egy szív dobok a jó a kukacait. Nem tudjuk, hogy kicsivel fog találkozni, de azt írtam a következő szituációra, hogy valaki csábítani fog valakit. Ki szeretnénk a sors kezét játszani? Fiúk vagy lányt választani? Lányt. Ahogy tudja, hogy ennyi jó. És te? Barbi.
Kérem vissza, mert nem lesz bizonyíték, hogy ezek már megszűnnek. Toxik és balzik van. Mondom, nem tudjuk, mert toxin melyik. Akár maradhatunk is egy helyben, ugyanis saját magunkat mindig, minden helyre oda visszük, ahova mi Nyugi, hallod? Nyugi, figyelek! Figyelek mindenki!